Tozsvár Róbert és Szalai Bence szerepelnek az előadásban, amely Crnkovics Gabriella rendező irányítása alatt készült, mindannyian az Újvidéki Színház színészei. Az angazsált színház a költészet elemeit vegyítették saját vallomásszövegekkel, mozgás és beszédbeli improvizációval. Nagyon-nagyon erősen közös munka volt ez, mindenkinek az ötlete, véleménye, tehát írtunk. Én adtam házi feladatokat, ők írtak. Én kerestem szövegeket, amik esetleg még bekerülhetnek, részleteket, félig valósághű, félig kitaláció, nyilván asszociáció, és szóval így megpróbáltunk mindent beletenni. Mint ahogyan a Maradok maradni cím is sugallja, a 65 perces performance jellegű előadás középpontjában az elvándorlás jelensége áll. A témát egy szokatlanabb, újszerű fényben aktualizálják a színészek, felvetve a kérdéseket, hol van az otthonunk, bennünk vagy pedig körülöttünk, jó helyen vagyunk-e? Én is átgondoltam már azt, hogy hol szeretnék élni, hogy itt szeretném megtalálni a boldogulást és fölnevelni a gyerekeimet, vagy máshol, és mindig győzött az itthon. Mert nekem az otthon az a szívemben van, mert a szívemben vannak azok az emberek is, akiket szeretek. A Maradok maradni című előadással a színészek szívesen tájolnának vajdaság szerte, így várják a meghívásokat.